Kéri György vagyok, Magyarországon, az első magyar skótdudás. Egyébként George Kerr, the first Hungarian backpiper. Tehát én ilyen skót-magyar mix vagyok. Mindenki a skót zenét a dudával azonosítja, viszont a skót duda az inkább szónikus fegyver, mint hangszer. Tehát iszonyú hangereje van, és arra gyártották, hogy a csatát vezesse, tehát hogy a csatában a seregeket vezesse, nem arra, hogy szépen szóljon. Amit én most idehoztam, ez egy nagyon visszafogott darab, ez egy 100 decibeles kis, nagyon visszafogott. Egyébként 120-nál vannak a többiek, ez azt jelenti, hogy nappal is fel lehet jelenteni minket csend háborításért, mert hogy ez a leszálló jumbo jet hangjának a megfelelő hangere. Az ír duda sokkal édesebb a skótdudánál, sírósabb, dallamosabb, nagyon kedves hangszer, míg a skót kifejezetten erőszakos. Erőszakos, nagyon hangos. A lényeg az, hogy ebben vagyok én a viszonylagos különlegesség. Én rájöttem arra itt Magyarországon, hogy az európaiak egy vagy két számaik szenzációsan szeretik az összes skótdudást, de a harmadik után hülyét kapnak tőle, mert iszonyúan hangos. Ennek ilyen nagyon jó kis hangja van szerintem. Szoktam játszani, tehát kifejezetten szimfonikusokkal együtt, fúvós nagyzenekarokkal, jazzes csapatokkal, popot, rockot, bármit lehet játszani, hát egy bizonyos határon belül. A skót zenéről, ami a leges legnagyobb élményem, az William Wallace, aki igazából a legesleg filmhősöm és a legjobb dolog, amit láttam egyetemben. Ezen felül viszont a Korn zenekarnak láttam egy remek koncertjét, ahol John Davis skótszoknyába skótdudázott is. Ezen felül többet nem tudok róla. Hát a skót trombitáról tudok. Nekem ez annyira így Skóciához, tehát ugye ehhez kötődik, meg tényleg ez mint szerintem egy ilyen kulturális dolog, és ennek a része, hogy én ezt nem vonnám be a saját zenénkben. A saját zenénkben biztos nem lesz semmiféle skót hatás. Abszolút el tudom képzelni, hogy skót elemeket rakjak a zenémben. Lehet, hogy vannak olyan effektek, vagy olyan hangok, vagy olyan szemplerek, vagy olyan MIDI fájlok, vagy bármi, amit tök jó lehet, hogy egyszer mi is felhasználjuk. Szerintem nem.